egy generációváltást követően, főleg fiatal tehetségekre építve, az 5.-8. helyet megcélozva vágott neki a 2018-19-es bajnokságnak a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Ősszel mindössze 6 pontot gyűjtött az akkor még Bécsi János által irányított együttes, amely így kieső helyen töltötte a téli szünetet. Tavasszal már Kaplonyi Zoltán irányításával 11 pont volt a termés, és a 17 pont végül a 9. helyhez volt elegendő a másodosztály keleti csoportjában. Decemberben sikerült rendezni a sorokat, ugye a Kaplonyi Zoli személyében új vezető edzője lett a csapatnak, illetve az Erdős Zolival, a Nyitrai Janival, illetve a Lestán Martinnal kiegészülve egy erősebb, ütőképesebb csapatot sikerült összeraknunk. És én azt gondolom, hogy az eredmények minket igazoltak, hiszen az első 5 fordulót zsinórban megnyertünk, ami kellett ahhoz, hogy ugye 6 pont lemaradásunk volt a biztos bemaradástól, úgyhogy ez gyorsan az első 5 fordulóban sikerült is teljesíteni. Aztán sajnos ott voltak nem várt események. Egyrészt az Erdős Zolinak volt egy nagyon komoly húzódása, ott majdnem egy hónapot nem tudott játszani, és mondhatjuk azt, tulajdonképpen ráépült itt a tavaszi keret, úgyhogy ez nehézítette a tavaszt. De összességében azt mondom, hogy nem lehetünk elégedetlenek, hiszen 5-8. Helyet fogalmaztuk meg, végül 9. helyre futott be a csapat, úgyhogy mindenképpen büszke vagyok erre a társaságra. A szakmai munka irányítója Kaplonyi Zoltán marad. A kapuból távozik Olá Zoltán, viszont lesz több érkező is. A kapuba visszatér hozzánk a Nagy Levente, aki hosszú-hosszú évekig volt ennek a csapatnak egy stabil pillére. Ő a játék mellett már a jövőre is gondol, és ugye a Fradiban dolgozott 3 évig, ott már elkezdett az utánpótlásban edzősködni, úgyhogy ő visszatér hozzánk, ráadásul a Gadnai Attilával kiegészül, hogy 2 eltérő stílusú kapus érkezik a keretben, úgyhogy lesz a keretben. Jobb oldalra visszatér hozzánk a Gidai Máté, ugye egy rövid békési kitérő után lesz ismét a nyíregyházi játékosa, és ugyanígy a Pánce Zoli, aki egy újabb visszatérő, és lesz még egy igazolásunk, ő a Dobó Zsolti, Egerből érkezik, ő nagyon komoly NB1-es pályafutása mögötte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az évben egy nagyon, nagyon stabil keretünk lesz. A következő szezon szeptember 15-én rajtol. A csapat július 29-én találkozik először, a 7 hetes felkészülés alatt 9-10 edzőmeccset játszik majd a nyíregyházi KC.